Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok. A szegény legénynek utat mutassatok, mutassatok utat a szegény legénynek. Nem találja házát a szeretőjének. Augusztus 8-án került sor a Mongólia Budapesti Nagykövetsége és Szikszóváros önkormányzata közötti gazdasági, kulturális és turisztikai együttműködés aláírására. Füzeséri József Szikszóváros polgármestere bevezetőjében visszautalt Szikszó korábbi időszakában megfogalmazott terveire, miszerint a város Aba új motorja lehet. Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, az álom valóra válik, hiszen olyan befektetések valósulnak meg Szikszón, amelyek nem csak az ott élőknek, hanem az egész régiónak a hasznára válnak. Történelmi jelentőségűnek nevezte Szikszó és Mongólia együttműködési szándékát, hiszen ez a két ország a magyar és a mongol nép előrejutását egyaránt szolgálja. A mongol nagykövet szerint Mongóliában úgy gondolnak a magyarokra, mint a testvérekre. Ebből az identitásból adódik az, hogy kötelességüknek is érzik az együttműködést. Szikszó ugyan nem nagyváros, de elismerésre méltó abban, hogy keresi a lehetőséget a siker felé. Példa arra is, hogy hittel, akarással, összefogással megvalósíthatóak a céljai. Nekem nagy örömömre szolgált az, hogy amikor frissen kinevezett Badvajár úr Magyarországra érkezett, akkor az első útja Szikszóra vezetett és megtekintette azt az ipari területet, ahol az elkövetkezendő időszakban Tokaji Ipari Park címen egy egészen különleges és egyedülálló beruházást próbálunk megvalósítani, hiszen hosszú-hosszú éveken keresztül az előrelépésnek az volt az egyik hátulütője, hogy nem tudtunk összefogni. Én többször kértem a helyi vállalkozókat, hogy próbáljanak meg maguk lehetőségeiket valamiféle konzorciumba belevinni és nagy projekteket megvalósítani. Sajnos éveken keresztül a helyi vállalkozók is, én úgy gondolom országosan is, az a trend működött, hogy mindenki saját maga akar megvalósítani egy-egy beruházást, ami ebben a rohanó világban, ebben a felgyorsult gazdasági helyzetben sok esetben nem valósítható meg. Ha mi megmutatjuk az összefogásnak az erejét, megmutatjuk azt, hogyha közös barátságok szövődnek, sokkal nagyobb eredményeket lehet elérni, mint hogyha egyedül végezzük ezeket a dolgokat. Sajnos Mongóliában nem nagyon sok számban jönnek, de ahhoz képest, hogy csak 3 millió a lakosság a Mongóliának, ahhoz képest elég jó számban érkeznek. A más országokhoz képest, például Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Szerbia, az viszonyítva sokkal több jönnek Magyarországra Mongóliába. Azért, mert ahogy mondtam, tényleg magak úgy gondolják, úgy mondják maguk között, és Magyarország a európai udvar. Ha Európába akar jutni valaki, akkor Magyarországon keresztül is lehet menni, illetve kell menni, ami azt jelenti, hogy nem csak geografiai helyzet miatt, hanem inkább nálunk a rokonságunk miatt is át tudunk menni egyrészt. Másrészt, ha amikor turisztikáról van szó, akkor én úgy hallottam, hogy Budapestet ugyanolyan ember nézi meg évente, ahogyan él meg Budapesten, mármint 2 millió ember, és ezt is szeretnék megtanulni, mert hogyan lehet szervezni ezt a nagy számú turistákat elfogadni. Egyrészt, másrészt a kölcsönös utazásra van szó, ami ha a Mongóliába akar valaki kijutni, akkor persze mellette van a világ legnagyobb tó, tava a Bajkál tó, és még a kínai nagy falkat is lehet tekinteni, ami nagyon közel van a mi hozzánk, és szerintem a turistika mind a két országnak kölcsönös
lehetséges, ami nem csak a turisztikai szempontból érdekesebb, hanem inkább a gazdasági továbbfejlesztésről is, fejlesztési szempontjából is érdekes. Tényleg nagyon szeretném tanulni a Szikszó város tapasztalatról azt, hogy olyan kis számú lakosságú település hogyan lehet gazdaságilag is sikeres, mert mi nekünk számunkra nem csak a gazdasági siker, vagy nagy pénz érdekes, hanem az is nagyon érdekes, sőt, még érdekesebb, vagy fontosabb, mint a gazdasági kapcsolat, az embereknek az életszínvonalnak a felemelkedése is. Szerintem olyan városok, olyan kisvárosok, ahol olyan 1000-en vagy 2000-en laknak, azt kell felemelni, fejleszteni, és ehhez Szikszó városnak nagyon fontos szerepe lesz. Nem csak a Szikszó városon keresztül, hanem ipari parkokon keresztül is, ami ipari parkot Bongéból lehet használni a kínai piachoz, vagy a világ legnagyobb piachoz vezető útnak is lehet tekinteni.